Ferlinden, Deibler, Todorovic és Punyinski. Remekül rajtolt Krisztián, illetve egyel fölötte a szerb Ivan Lengyer. Az igazán nagy neveket majd a következő futamban láthatjuk. Ebből a középdöntőből elvileg kiemelkedik Stefan Deibler, és nem csak elvileg, a gyakorlatban is a német vezet, egy picit megelőzve a horvátokat. Középen fehér sapkában látható Stefan Deibler, messziről csúszik rá a falra, de így is ő az első 23-56-tal. Takács Krisztián pedig a 8. 24-37-tel, egy századdal úszik gyengébbet, mint délelőtt az előfutamban. Deibler, Todorovic és Ferlinden. Ez az első három helyezett sorrendje, és aztán érkezik Takács Krisztián, akinek ma még lesz jelenése a 4x100-as gyorsváltóban, ahol hallhattuk, 20-valahány év után van ismét döntősünk, és Takács Krisztiánnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a csapat ott van a fináléban 4x100-on. Várni kell a hivatalos végeredményre még. Lehet, hogy valaki korábban rajtolt a kelleténél, bemozdult a rajtnál, vagy pedig tette egy szabálytalan tempót a végén, mondjuk egy kézzel érintette a falat célba érkezésnél, nem tudom. Most elemzik a versenybírók a helyzetet, és elemzik az úszást, hogy kit zárjanak esetleg ki. Alexej Punyinskit zárják ki, úgyhogy Takács Krisztián egyel előrébb lép. Ez most már hivatalos, a 7. helyen zár a futamban Takács Krisztián. Deibler, Todorovic és Ferlinden az első 4 tehát.